Igazi tavaszi időjárásban tették meg a kirándulók a Magyarkanizsa-Martonos-Magyarkanizsa közötti több mint 12 kilométeres távot. A sétálni vágyók közül a helyiek mellett Topolyáról, Szentáról, Tornyosról is érkeztek. Szél Attila, martonosi lakos pedig már a kora reggeli órákban gyalog érkezett Magyarkanizsára, hogy részt vegyen először a túrán. Az az igazság, hogy ilyen szimpatizáns vagyok a szervezettel. Terveztem sokszor, de hát nem tudom, lustaság. Kellett most ez, hogy ilyen, hogy mondják, inát legyen, hogy megmutassam, hogy nem kell fáradtnak lenni ahhoz, hogy ide jöjjünk. A túrázók végigmentek a Tiszavirág ösvényen, majd a Martonosi töltésen végig sétáltak egészen a Martonosi Ponty Sporthorgász Egyesület székházához, és ott pihentek meg. Az esemény célja minden évben a tartalmas és közös időtöltés, a barátkozás és beszélgetés, mindezt séta közben, a természetben. Az Egyesület ebben az évben pedig igen komoly célokat tűzött ki. Nagykanizsa a következő célpontunk, mint testvérváros, a többit, mindegyiket meglátogatunk már kerékpárral. Tehát ha mi sikerül, akkor az idén elmegyünk oda biciklivel július elején. A másik nagy terv meg, az személyesen az enyém, hogy Magyarkanizsa község területén a tiszai ártéri erdőt megpróbáljuk tehermentesíteni a műanyag hulladéktól. Tehát az Egyesület következő célja a hulladék összegyűjtése. Az első akcióra január 14-én kerül sor, amikor is a csurgó résztől a Martonosi szigetig szeretnék a műanyag szemetet összeszedni.